Déli harang szól Váci Székesegyház templom tornyaiban. Az egyházmegye 1000 éves fennállása alkalmából nagyszabású rekonstrukciót hajtanak végre az épületen. Ennek keretében a püspökséghez tartozó, erősen felújításra szoruló galambutcai épületegyüttes is jelentősen megújul, valamint alkalmassá válik új funkciók ellátására is. Nem csak a lelki-szellemi kincsek gyarapítása fontos, hanem az épített örökségnek a védelme is. És őrzése, és annak a szépségének a megmutatása. Azért is örülünk neki, mert túl az egyházmegye 1000 éves évfordulóján nem csak a Krisztus hívőket, a templomba járókat fogja szolgálni a Székesegyház, hanem az egész városnak, sőt, hát az egész országnak és az egész nemzetünknek egy szépsége, mindaz, ami a Székesegyház felújításával reméljük, hogy elkészül. Az egyházmegye felújítása jelenleg az előkészítésnél tart, azonban jelentős kihívások elé állítja a szakembereket, ugyanis az épület a II. Világháború óta nem volt felújítva. Természetesen azt szeretnénk legelső sorban, hogy az állagát megóvjuk ennek a templomnak. Amit tudunk, az sajnos az, hogy a tető hiába egy kívülről annyira nem látszik szörnyűnek az állapota, de belül igencsak gyengé szerkezetek vannak, azok az évek során már nagyon-nagyon sok helyen megerősítésre kerültek, beázási nyomok vannak, gombásodás, rovarkárosodás támadta meg itt a szerkezeteket, úgyhogy valószínűleg ott az egy komolyabb beavatkozást igényel. A Székesegyház főépítésze azt is elmondta, hogy az épület digitális leképezése mellett egy jelentős átvizsgálás is várható, mert az elmúlt években ezekre sem került sor. Nagyon sok épületünk van, és itt sok esetben ilyen tűzoltás jelleggel történnek beavatkozások. Ritkán van arra lehetőségünk, mint ami most is itt zajlik, köszönhetően ennek a megítélt támogatásnak, hogy alapos munkát tudunk végezni. Sajnos legtöbb esetben itt a egyházmegye saját forrásai nem teszik ezt lehetővé, hogy ilyen mélyen behatóan foglalkozunk egy-egy épülettel. A munkálatok miatt a Székesegyház 2021. május 17-től várhatóan 2022. évvégéig zárva tart. A székesegyházi szentmiséket ezért más belvárosi templomokban tartják meg.